A szabadságharc története. A karlócai békével a 17. század végére az országot Temesköz kivételével felszabadul az oszmán uralom alól. Ennek azonban ára volt. A bécsi udvar az aranybulla ellenállási záradékának korábbi eltörlése után a szabad királyválasztást is megszüntette, és a visszafoglalt területeken fekvő birtokokért fegyverváltság megfizetését követelték a magyar nemességtől. A jobbágy sorba visszasüllyedő katonákat és a köznépet súlyosan megadóztatták, amit az osztrák katonák erőszakoskodásai is tetéztek. 1701-ben végül kitört a spanyol örökösödési háború a francia királyság és a Habsburg korona között. Ezért a császári katonaságot első Lipót a nyugati hadszíntérre vezényelte a franciák ellen. A Habsburg erők meggyengülését kihasználva és a tiszaháti bújtosók kérésének eleget téve Rákóczi a kirobbanó felkelés élére állt, amely néhány hónap alatt rendi nemzeti szabadságharccá terebélyesedett, és szövetségre lépett a franciákkal. A kurucok az ország északi és középső területeit a Partiummal és Erdély nagy részével együtt már 1704-re elfoglalják. A nagyobb erősségeket nehéz tüzérség híján csak hosszas ostromzárral tudják bevenni. Ezért a dunai védelmi és utánpótlási vonal jól kiépített erődítményei és városai szinte végig a császáriak kezén maradtak. Néhány nagyobb várossal és a végig ellenséges horvát, szerb területekkel és a német ajkú szászfölddel együtt. Szintén kitartott a király oldalán az osztrákokhoz kötődő nemesség és városok, a főpapság zömével és a főurak többségével együtt. Ezzel polgárháborús helyzet alakult ki. A franciák höchstadti veresége miatt a két sereg nem tudott Bécs alatt egyesülni, s a nyílt mezei hadászatban járatlan kuruc csapatok is rendre elvesztették a főerőkkel vívott nagy csatákat. Rákóczit Gyulafehérvárott erdélyi fejedelemmé, Széchenyben pedig a magyarországi rendek vezérlő fejedelmévé választják. Eközben angol-holland közvetítéssel 1704-től béketárgyalások folytak a bécsi udvarral. Bár első Lipót halála után első József engedékenyebb politikát folytatott, de Erdélyt ő sem akarta átengedni Rákóczinak, és nem járult hozzá a magyar rendi jogok nemzetközi garanciájához sem. A béketárgyalások kudarca miatt az óródi országgyűlésen kimondják a Habsburg ház trónfosztását, s még az 1708. évi katasztrofális trencséni csatavesztés után is a háború folytatása mellett döntenek. Bár a kisebb összecsapásokban a 150 éves török ellenes harcokban egyződött kuruc csapatok fényes győzelmeket arattak, a katonai vereség elkerülhetetlen volt. A franciák Malplaquénél ismét csatát vesztettek, országuk teljesen kimerült, így nem tudták tovább támogatni a kurucok ügyét. A nyugaton állomásozó császári ezredek így megindulhattak a magyar hadszíntérre. Rákóczi végül első Péter cár segítségében reménykedve 1711 elején elhagyta az országot. Távollétében Károlyi Sándor, valamint a szemben álló császári hadsereg magyar főparancsnoka, Pálffy János megköti a szatmári békét, amely biztosította, hogy a fegyveres küzdelem eredményei ne menjenek teljesen veszendőbe.